Március 29-én a Hősök keresztútjához vonultak a kistelk hittanos gyerekek. Az előkészült felvételeinket tekinthetik meg a következőkben. Negyedik állomás, Jézus találkozik édesanyjával. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Az Úr Jézusnak nagy vigaszt jelentett édesanyjával való találkozása. Biztatás és erő volt a kereszt tovább hurcolásához. Két szív fájdalmas és vigasztaló találkozása és ölelkezése. A jóságos édesanyja nem csak életet ad, hanem szeretetet és erőt is keresztet hordozó gyermekeinek. Az édesanyai könnyek gyermekeikért nem veszhetnek el. Testi lelkesebeinket csak ő érti meg, és ő ápolja szeretetével. Boldog az a gyermek, akinek ilyen édesanyja van. Kereszthordozó népünknek is szüksége van édesanyára. Milyen boldogok lehetünk, hogy nekünk adott az ég Szent István királyunk által. Ahogy Jézus halálában lett a szűzanya égi édesanyánk, úgy lett a mi édesanyánk is Szent István királyunk halálában. Amikor István közeledni érezte halálát, magához hívatta az ország egyházi és világi vezetőit, és az ő jelenlétükben a szűzanya kezébe tette le hazánk sorsát. Azóta Mária országa vagyunk. Erről azonban sokszor elfeledkezünk. Pedig keresztet hordozó népünknek szüksége van a gyermekét szenvedésében és hűtlenségében is szerető édesanyára. Népünk legjobb gyermekei tudták ezt, és tudják ma is. Ezért létesült annyi búcsújáróhely, ahová elzarándokolunk, hogy életkeresztutunkon találkozzunk égi édesanyánkkal, és kísérjük magunkat ölében, és kérjük, szállj közénk, és sír te is velünk. Vigasztald, és ments meg nemzetünk. A mi édesanyánk a könnyező Mária. Igen, mert mindig több oka volt felettünk sírni, mint nekünk örülni. Több oka volt és van hazánk sorsa felett könnyezni, mint örülni, hisz nem csak a múltat és a jelent, de megszenvedtük a jövőt is. Van miért sírni a magyarok nagyasszonyának. Családjaink széthullanak, gyermekeink a szenvedélyek karjaiba kerülnek, az anyák teste is koporsó lesz és nem bölcső. Az anyák csak szülők és nem édesanyák lesznek, mert hagyják gyermekeiket elkallódni. Ők maguk is sokszor szenvedélyek áldozataivá válnak, és nem a szép élet példájával tündöklő édesanyák. Kérjük a szűzanyát, hogy adjon nekünk szent édesanyákat, hogy újból szent nemzet és Mária országa legyünk. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj! Drága Jézus, vinni szent keresztet! Ötödik állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Keresztúton csak egy ember volt, aki segített a tántorgó, és már alig-alig lihegő Jézusnak, Cirenei Simon. Őt is kényszerítették. Hol vannak, akiken segített Jézus, akiknek meggyógyította a béna karját és a lábát? Hol van valaki a tömegből, akit Jézus kenyérrel táplált? Hazánk is de sokat roskadozott a szenvedések és népek keresztútján. Hol vannak, akiknek életét, anyagi és szellemi javait védték a mi hőseink és katonáink, a tatárok, a törökök, az oroszok ellen? Ki segít most? Ki sajnál most bennünket? A kőszegi vár falán van egy tábla, amelyre ez van írva. A nyugat, amelyet életünkkel és vérünkkel védtünk, Trianonnal fizetett. Jól megfizetett. Hazánk háromnegyed részét ellenségeinknek adták, akik azóta is utálják és gyűlölik népünket, és határon kívül élő testvéreinket a föld színéről is eltörölni igyekeznek. És ezt a hálást nyugat tétlenül nézi. Egy valaki volt, aki odaállt mindig mellénk a keresztúton, hogy segítsen, és ez Róma, a Szentszék, a pápák voltak. Ők anyagilag is, de erkölcsileg is szenvedő népünk segítségére siettek. Küldték a pénzt és a hadsereget a török ellen Nándorfehérvárnál és Budánál.
Nyolcadik Kelepen pápa mindent megtett, hogy Magyarországot felszabadítsa a töröktől. 1,5 millió forintot küldött, valamint 3 alkalommal egy-egy hadsereget. Nyolcadik Kelemenig a pápák összesen 7 millió aranyat küldtek hazánk megsegítésére. Mohácsnál több ezer pápai katona esett el. Sajnos Európa, amelyet véreztünk, csak nézte a pápák erőfeszítéseit. 11. Ince pápa 4,5 millió aranyat küldött Magyarország felszabadítására. Neki köszönhetjük Buda felszabadítását 1686-ban. Küldték Kapisztránt Jánost, hogy segítse Hunyadi Jánost megszabadítani hazánkat és a nyugatot a mindent elpusztító töröktől. Hogy ezeket ne felejtsük, a déli harangszó figyelmeztet bennünket és a világot. A földi segítségen kívül segítettek az égiek is, a magyarok nagyasszonya és a magyar szentek. Sajnos velük sem sokat törődünk, és nem követjük szent életük példáját. Volt, amikor a szentek nevét is töröltük a falu és utca tábrákról. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj! Veronikánk, behisvésd vel! 6. állomás. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Veronika szeretett gesztusa engesztelés volt azokért a bűnökért, amelyekkel megaláztuk Jézus arcát, vérbe, könyvbe borítottuk. Nekünk, magyaroknak is van Veronikánk, aki engesztelte Isten bűneinkért, amelyek miatt ránk szakadt a tatár veszedelem. A mi Veronikánk Árpádházi Szent Margit volt. Az ő tiszta élete, lélekkendője törölte le Jézus arcáról a sarat, szennyet, vért és könnyet, amivel mi mocskoltuk Jézus arcát. Ezért volt hozzánk irgalmas az Úr, és megszabadította hazánkat a tatár veszedelemtől. Szent Margit a nagybőjben olvasgatta Jézus szenvedésének történetét, és közben átérezve Jézus szenvedéseit sírt. Margit lelki életének központjában a szenvedő Jézus állt. Ezért tudott éjjeleket átimádkozni, a legalantosabb munkát végezni, és fogadalmaiban hűségesen megmaradni. Lelkében hordozta Krisztus tövis koronás képét. Sok bűn és mocsok szennyezi most is Isten arcát és a magyar lelkeket, akikért és amikért engesztelnünk kell, hogy Isten legyen irgalmas hozzánk, és ne zúdítson ránk országpusztító veszedelmet. Tartsatok bűnbánatot, hangzik a jézusi szózat, különben mindannyian elvesztek. Meg kell térnünk, amíg nem késő. Talán a mai időknek is megvannak a névtelen, Istent engesztelő bárányai, akikért Isten még irgalmas hozzánk. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj! Ó, Istenre, kukonyaj én voltam, bűnbe, annyit bukdácsoltam. 7. állomás. Jézus másodszor esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Az Úr ismét elesik, nem csoda. Az egész világ lelki szörnyűsége terheli meg a keresztet. Rajta vannak a mi bűneink is. Mi magyarok is rátesszük Jézus vállára bűnbugyrainkat. Egyik nagy és szégyenletes bugyrunk az élet ellen elkövetett bűneink. Sajnos ebben is a világ élvonalában vagyunk. Nem kell ide háború, fertőző betegségek, természeti csapások. Elpusztítjuk mi magunk is magunkat. Pénz, önzés, szabadosság, erkölcstelenség minden mennyiségben. Család, gyermek, édesanyai hivatás, életadás, hűség, szeretet, áldozat a nemzetért, egyházért, családért, gyermekért, azt nem. Kétkedés nélkül hiszünk a sátánnak. Ha nem engedelmeskedtek Istennek, ha nem törődtök a 10 parancsolattal, boldogok lesztek. Nem tanultunk a paradicsomi ember tragédiájából. A hazugsot isteni szankció követték. Kiüzetés az Édenből, verejték, szenvedés és halál, por és hamu.
Mindezek a keresztbe vetett hit nélkül a poklot jelentik. Itt csak a kereszt segíthet, illetve a rajta függő Krisztus. Amíg nem késő, roskadjunk oda az összeroskadt Krisztus mellé, és fogadjuk meg, hogy nem nyúlunk hóhér és Heródes kézzel az élethez többé. Amit pedig tettünk, azt jóvá tesszük. Azt mondja az Úr Jézus, amit egynek a legkisebbek közül tettetek, azt nekem tettétek. A magzatnál kisebb ember nincs. Amit neki teszünk, Krisztusnak tesszük. Ha engedjük megszületni, Krisztus születik által a világra. Ha megöljük, Krisztust öljük meg, mert ő azonosította magát az emberrel, függetlenül attól, hogy az az édesanyja testében van-e, vagy kívül van-e. Az életet Isten adja. Egyedül neki van joga azt elvenni. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj. 8. állomás. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus a rajta siránkozó asszonyokat súlyos felelősségükre figyelmezteti. Sirassák magukat és gyermekeiket. Azok az anyák, akik elhanyagolták gyermekeik nevelését, súlyosan vétkeztek és vétkeznek. Mert minden szülőnek kötelessége a gyermek nevelése. Ezt tudták Jézus szülei, és meg is tették. Milyen sokszor panaszkodnak ma a szülők gyermekeik viselkedése miatt. Tiszteletlenek, durvák, engedetlenek. Arra azonban nem gondolnak, vagy nem merik bevallani, hogy mindezeknek sokszor az ő nevelésük az oka. Mit várjunk azoktól az anyáktól, akik maguk is káromkodók, templomkerülők, italozók, akiknek a gyerek csak teher, és akiktől imádság helyett trágárkodást tanul a gyermek. Ezután még csodálkozunk, hogy a gyermekből is csavargó lesz. A háború előtt kötelező volt a hitoktatás. Maguk a szülők is nagyrészt vallásos emberek voltak. Tisztelték embertársaikat. Az ateizmus azonban szétvert mindent, és a szülők nagyon sokan félelemből, érdekből, gyávaságból vagy hanyagságból elhagyták gyermekük vallásos nevelését is. És most itt az eredmény. Italozik, kábítószerezik az ifjúság nagy részre, mert azt tartja értéknek. A szülőnek ma csak egy joga van, minél több pénzt adni a szórakozásra és nem beleszólni az életükbe. Van miért sírni a szülőknek. Van miért keresztet hordozni az Úr Jézusnak. Szent István és a szűzanya országában ezt hívjuk ma vallásszabadságnak. Minden ország támasz a talpköve, a tiszta erkölcs, mely ha elvész, Róma megdől, s rabigába görnyed, írta Berzsenyi Dániel. Ma ezt szeretnénk rákényszeríteni Magyarországra, Európa. A gyermekek lelkét a szülők kezéből azonban kéri majd számon az Isten. A bűn rabigájában görnyed ifjúságunk, szabadítsuk fel, mi felelős felnőttek. Bár csak megszívlelnénk Jézus keresztúti drámai intelmeit. Ne rajtam, magatokon sírjatok, mert ha ez történik az élő fával, mi lesz a sorsa a kiszáradtnak? Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj! Április 6-án tartott ruhabőrzét a Kipkop Gyerekház. Az erről készült montásfilmünket tekinthetik meg a következőkben.
sértek, várják. A kistelki sportcsarnok mellett egy hónappal ezelőtt egy kürtös kalástan nyílt. A vállalkozót Balogh János kérdeztük, milyen ötlet alapján nyitotta meg, milyen is a jó kürtös kalács, és hogy manapság milyen új ízek kerülhetnek fel az édességre. Nagyjából egy hónappal ezelőtt kürtös kalács stand nyílt itt Kistelki Sportcsarnok mellett. Balogh Jánost kérdezem, hogy miért pont itt Kistelken, és miért pont a Kistelki Sportcsarnoknál nyílt meg ez a stand? Azért itt, mert sokfele nézgelődtünk, sokfele kerestünk helyet, de ahol igazán keresgettünk, itt Kistelek vonatkozásában, nem kaptunk helyet, és akkor gondoltunk egy merészet, bementünk az önkormányzathoz, ott a polgármester urat megkeresve, kértünk engedélyt erre, hiszen ez egy olyan bejáratott helynek tűnt,
Előzőleg is voltak itt már különféle vállalkozások, gondolok itt a lángossütőre, a párnatisztítóra. Még ez a legforgalmasabb része tulajdonképpen a városnak. És akkor így ide kértünk közterület használati engedélyt, amit meg is kaptunk, és akkor így március 10-11-e tájékán elkezdtük az itteni tevékenységünket. Mikor látogathatnak ide kürtöskalácsot enni a kistelekiek? Itt Kisteleken, ezen a területen, bocsánat, közben ide is kell figyelnem, keddi és pénteki napokon vagyunk itt, reggel olyan 7:30-tól, kedden olyan 4-5 óráig, pénteken pedig egész késő estig sütjük itt a kalácsot a kistelekiek legnagyobb megelégedésére. Más napokon szerdán puszaszeren vagyunk, szombaton Szentes Tescóban vagyunk, vasárnap pedig hol itt, hol ott, attól függ, hogy milyen rendezvények adódnak. Nehéz ez? Így a magánélettel kicsit összekötni, vagy... Ugye, így vagyunk párban, igen, így, igen. Így nagyon nehéz, hogy éjjel-nappal együtt vagyunk. De mivel főállásban vállalkozó vagyok, így tulajdonképpen nem okoz gondot a magánéletem összeegyeztetésével. És mivel a párommal és időnként az ő egyik fiának a segítségével csináljuk, így tulajdonképpen családi vállalkozás vagyunk. Milyen is igazán a finom kürtös kalács? Hát a finom kürtös kalácsnak szerintem 2-3 titka van. Az egyik a jó alapanyag. Tehát a tésztába bele kell rakni azt, ami belevaló. Nem szabad spórolni semmivel, mert akkor a minőség rovására megy, és ha ma megveszi valaki, de ízetlen vagy nem megfelelő az állaga, akkor holnap nem jön vissza. Tehát hosszú távon csak a minőségi kalács éri meg. A másik szerintem a sütés. Ugye kürtös kalácsot többfélét lehet csinálni, vagy többféleképpen lehet csinálni, ugye lehet parázson, ez a hagyományos Erdélyből származó igazi kürtös kalács, lehet elektromosan, illetve gázzal lehet sütni. Eltekintve attól, és nem akarom egyik kürtös kalács sütő kollégámat sem megszólni, de én azt mondom, hogy a legjobb, a legfinomabb a parázson sütött. Igazán nem tudom a titkát, hogy a hozzáadott hamu, a hő, mi az, ami ilyen finommá teszi, de mindenki azt mondja, aki összetudja hasonlítani a különféleképpen készítetteket, hogy ez a legfinomabb. Tehát egyik titka a jó alapanyag, a másik a sütés, és a harmadik, amit mi tulajdonképpen akár üzletpolitikának is szánhatunk, hogy szeretettel, jó szívvel készítjük. És lehet, hogy ez adja meg igazán a jó alapíz. Hát ugye kürtös kalácsban általában az öt alapíz, az a vanília, fahéj, kakaó, kókusz és a dió. Ezt minden kürtös kalácsosnál meg lehet kapni. Mi egy picit tovább gondoltuk ezeket, és a mi repertoárunkban van olyan, hogy bounty, ami gyakorlatilag a kókusz és a csoki reszeléknek a keveréke. Van színes cukorkás, van fehér csokoládédarás, barna csokoládédarás, van mogyorós, van narancsos, van csak sós íz, van töpörtős, és van krémes. Melyik a legnépszerűbb itt? Vagy bárhol, ahol kint vannak? Általában az alapízek közül a fahéjas, vaníliás, diós az, ami legnépszerűbb. Itt most már Kisteleken kezdjük, már elnézést a kifejezésért, megbolondítani az embereket a töpörtőssel és a krémessel. Ugye mindenki csodálkozik, hogy mi az, hogy töpörtős, hiszen a kürtös kalács alapból ugye egy édes dolog, de aki megkóstolta eddig a töpörtősünket, az jön legközelebb és már kettesével viszi. Bocsánat. A másik pedig, ami tényleg abszolút szerintem mi találtuk ki és mi kezdtük el gyártani, ez a krémes, ami gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy alap vaníliás ízesítésű kürtös kalács félbe van vágva, közepe meg van töltve képviselő fánknak a vaníliakrémjével, van egy kis tejszínhabréteg és egy kis csokoládé darával megszórva. Norbi update-nak szoktuk csúfolni úgy magunk között. A kürtös kalács készítés folyamata úgy nagy vonalakban, először a tészta készül el. Mi természetesen itt helyben készítjük, helyben dagasztjuk a tésztát, nincs előregyártás. Ahogy fogy, ha az igénynek megfelelően mindig újabb és újabb adagot dagasztunk be, illetve keverünk össze. Utána a partnerem az fönt kiméri, kiadagolja, és elkezdi főtekerni a sütőfákra.
onnan úgy jön ki már, hogy kap egy vaníliás cukor alap ízesítést. Itt a sütés folyamatán, ahogy egyre melegebb parázson történik, ráolvad a tetejére a vaníliás cukor, és annak megfelelően, hogy a vevő miért szeretne kérni, történnek az ízesítések. Az a hőmérsékletet meg vigyázni, hogy... Nagyjából mennyi idő, amíg egy ilyen kürtös kalács elkészül? Dagasztással együtt? Ja, úgy, hát a dagasztás folyamata az max. 10 perc, tehát egy nagyon jó teljesítményű, jó minőségű dagasztógépünk van. Azt tudom mondani, hogy a beleadagolástól kezdve a kivételig egy 10-12 perc alatt megtörténik a kész tésztának az elkészítése. Utána pedig történik a főtekerés, az 1-2 perc, a sütés egy olyan 5-10 perc, attól függően, hogy a parázs éppen milyen állapotban van, vagy hány kalácson van fönt. Április 4-én rendezték meg a Kistelki Könyvtárban a Ballada Mondó versenyt. Erről készült felvételeinket tekinthetik meg a következőkben. Arany János, Rákócziné. Mi lehet téged, busgilice madárka? Várom után nyugdíj cserepbe zárva. Vaskalitkám, csillog, ragyog, aranyos. De a lelkem, hely a lelkem, fenekéig zavaros. Mi lehet szülke asszony kékszemű? Társam után az én szívem keserű. Oroszlányom viaskodik csatában, én pedig lent fogva vagyok, büszke Bécsnek várában. Büszke Bécsnek rettenetes császárja, minek engem itt tartani bezárva? Miért reszked korolelmem gyémántja? Elbocsáthat. Gyönge kezem koronádat nem bántja. Szabadságra könnyű módon szeltehetsz. Szőke asszony, elbocsátlak, elmehetsz. Csillapízső lázatozó férjetet, békességét, hely, örömest odaadlak tégedet. Szőke asszony útnak ered meg sem áll, férje urát felkeresni újvárnál. Szólana is, köszönne is, hiába. Odaborul, mint a bokor, odaborul nyakába. Ingó, bingó, rózsabokor vállamon, hozott Isten, édes kedves angyalom. Isten hozott, úgy ha jöttél, szép virág. Hogy érezted volna másként, az a bécsi porkoláb? Hátra tekint a szép asszony, de nem szól. Háta mögött áll a csekém, tudja jól. Császár küldte a csekémet utána, hallgatózni. Leskelődni, békeszerző szavára. Ingó, bingó, rózsabokor vállamon. Néma vagy-e, hogy nem szól a szangyalom? Néma legyek, mikor arra szót vesztek, amiért a bécsi udvar engem ide eresztett. Azt akarnák, fullánk legyen csókomba, mézes mákot elegítsek szavamba, kebelemen altassam el haragot. Akkor aztán egy országért kiadnának egy rabot. Személyemnek Magyarország nagyára. Visszamegyek, szavamattam rája. Felfogadtam, meg is állom emberül. Visszamegyek, ha veled a békesség nem sikerül. Jobban ismerette Bécset nálamnál, hitszegővel alkuba miért állanál? Szavajáték. Kit a szellő, kárhoza. Vezérelje a jó Isten győzedelmes kardodat. Ez igaz, hit legyen áldás utadon, vezéreljen a jó Isten angyalom. Válaszomat érdemes cseh, vidd vissza. Császárod, ha ilyet akar, magyar nőre ne bízza. Búbánatos szőke asszony kékszemű, meddig lesz még a te sorsod keserű? Rab vagyok még büszke Bécsnek várában. Rab vagyok. De oroszlányom harca nem lesz hiában.
finom vágy, életkép a múltból. Széles országúton andalog a jobbágy, végzi keservesen vármegye robotját. Kavicsos fövénnyel rakta meg szekerét, annak terhe alatt nyikorog a kerék. Tántorogva ballag a két kajla sűre, alig tetszik rajta, hogy mozog előre. Méla mind a kettő, mintha gondolkoznék. Hány ízben hozott már, és hány ízben hoz még? Ott ül a szegény pór az első sarogján, elkapott ostorát a kezében fogván. Szomorú képére rőt kalapja alá hullna, ha 4-5 számadzag nem tartaná. Néha megszakasztja hosszú hallgatását, biztatgatja két hű igavonótársát, de azok nem bírnak lépni sebesebben. Talpuk a kőúttól, ég eleven sebben. Széles országúton, mint az ég morgása, hallik a távolban hintó robogása. Csak imént dördült meg messzi földön, és lám, perc alatt elé tűnt, mint a fényes villám. A négy szürke lónak, a két kajla sőre nagy keservesen tud kitérni előle. Pedig félni, félnek, mert az Isten adták. Bírnák csak a jármot, mindjárt elragadnák. Dőjfös úri kocsis ül a hintó bakján, félkezében cifra ostort suhogtatván. Jobban esik neki, a kényes lelkének, ha nyakába sújt a két szegény sőrének. Jobban esik neki, ha egyet kiálthat, földi, a kerékat siratja a hájat. Kár volt annak árát a csapszéken hagyni, szegény tengelyedet siralomnak adni. Föltekint a jobbágy, szomorúan felel. Hely, biza hájárát nem kocsma nyelte el. Ami volt körültem egy kevés zsiradék, gyors hintóitokra mind felkenegeték. De a hintó népe nem hallotta el szót. Szegény ember, és ez így talán jobb is volt. Másképp kiálljott, hogy egy gyámságos kezek nyers nyakasságodért meg nem fenyítenek. Heltai Jenő ballada a három patkányról. Ott, ahol a Ferencváros hintiváját szerteszét, egy pazar nagy pince mélyén három patkány éldegélt. Három patkány, három testvér, pajkos, fürge és bohó, s mint ahogy az ifjúsághoz illik, folyton éhes és mohó. Volt a kedves pince mellett, egy csemege volt, ahol csupa elsőrangú finom holmi volt. Egyszer éjjel a legelső fürge patkány útra kelt, hogy a boltból átcsempészen egy kis finom ellelelt. Lábújhegyen járt a polcon, elkerülve minden zajt. Megevett egy adag sajtot, rá volt írva grói sajt. Föl is fordult nyomba tőle, s lett belőle holt, mert a finom grói sajt az hamisítva volt. A második ifjú patkány bánatosan útra kelt, hogy a boltból átcsempészen egy kis finom eledelt. Lábújhegyen járt a polcon, mert a bölcs mindig vigyáz. Neki esett egy gyümölcsnek, rá volt írva ananász. Föl is fordult nyomba tőle, s lett belőle holt, mert a finom ananász is hamisítva volt. A harmadik ifjú patkányt lesújtotta a dolog, sírni kezdett, nem élem túl, én is inkább meghalok. Társak nélkül így az élet mit sem ér, s hősiesen patkány mérget vett a boltba háromért. Ez a patkány ma is él még, hogyha meg nem holt, mert a patkány méreg is csak hamisítva volt. Viszontlátásra. Lárva van. Kiengednek. Arany János, tetemre hívás. A radványi sötét erdőben halva találták Báci Benőt. Hosszú, hegyestőr ifjú szívébe, íme bizonyság Isten előtt,
gyilkos erőszak ölte meg őt. Kastélyába vitette föl atya, ott letevék a hűs palotán, ki se teríteti, meg se mosatja. Vérben, ahogy volt, nap-nap után hever, egyszerű ravatalán. Állatta őrzeni négy alabárdost, lélek ez ajtón sebe, se ki! Hát, ha az anyja szép uga már most jönne siratni, vissza neki! Jaj, ki parancsom, élve szegi! Folytva, teremről rejti teremre, hadd zokogását, asszonyi gú. Maga pecséttel hívja tetemre, kit szemre vesz őfként sanda gyanú. Legyen a sebb vérzése tanú. A palotát fedi fekete posztó, déli verőn sem sütöd alap. Áll a tetemnél tiszti pörosztó, gyertya, feszület, kánami kap. Sárga viaszfényt nyughelye kap. Jöjjenek ellenségi, ha voltak! Jöjjök itt az apja rendre nevez. Hiába, nem indul sebe a holtnak. Álva fejénél az, vagy emez. Gyilkosa hát nemez, újra nemez. Hát ki? Riadt fel bárci sötéten. Bosszulatlan, nem folyező sivér. Ide a gyilkost, bárha pecsétem váddal az önnön szívem ígér. Mindenki gyanús nekem, aki él. Jöjjenek úgy hát ifjú baráti. Sorra beléd el sok dalia. Fáj nekik a hőst véri belátni, s nem harc mezén elomlania. Erre sem érzik bárci fia. Jöjjön az udvar, apraja nagyja, jöjjön elő bárca falu mint. Megkönnyezetlen, senki se hangja. Kedves urára számba tekint. Nem fakad a sebb könyre megint. Jöjjön az anyja, hajadon húga! Künn a leány már messze sikolt. Anyja reárogy, öleli búgva. Mindre nem éres semmit a holt. Marad a tört vér, fekete folt. Jöjjön utolszor szép szeretője, titkos arája. Kund Abigail. Jő. Szeme villan, s tapad a tőre. Arca szobor lett, lába gyökér, sebből pirosan buzog a vér. Könnye se perdül, jajja se hallik, csak odakap, hol fészkel az agy. Iszonyú az, mi oda nyilallik, döbbenet által a szívere fagy. Jányom, ez ifjú gyilkosa vagy! Kétszeri mondást, mint lebűvölten, hallgat el, aztán így remegi. Bárci belőtt, én meg nem öltem. Tanúm az ég, s minden seregi. Ha nem tört, én adtam neki. Bírt a szívem már hű szerelemre, s tudhatta, közöttünk nem valagát. Unszola, mégis szóval igenre, mert ha nem, ő kivégzi magát. Enyelegve Adám a tört, nosza hát! S vadul, sebből a tört kiragadja, szeme szokatlan lángot növel. Kacag és sír, s fennvillogtatja, s vércseni songással rohan el. Vetni kezet rá, senki sem már. Odakint, lefut a nyílt utca során, táncolni, dalolni sem szégyel. Dal a víg! Egyszer volt egy leány, ki csak úgy játszott a legénnyel, mint macska szokott az egérrel.